2014-ben Kecskemét frissen átadott luxus szállodáját a maga kategóriájában a biznisz szállodák között a világ legjobbjának választották. Ennek a szállodának a menedzserét Juszkó Anitának hívják. Mielőtt a színpadra hívom, kérem nézzenek meg egy olyan rövid, talán még egy perc terjedelmű sincs, ez a kis film, amit most le fogok vetíteni, amiben éppen arról beszél Juszkó Anita, hogy egy középiskolás csapat mellé mentorul szegődött egy nagyon fontos olyan játékban vagy versenyben, amit a Neumann Egyetem hirdetett meg. Ez fogja megmagyarázni, hogy miért tegeződő modorban beszél. Következik a film. Juszkó Anita vagyok, a Kecskeméti Four Points by Sheraton szálloda értékesítési és marketing igazgatója. Igaz, hogy nem önálló vállalkozóként dolgozom, de azt gondolom, hogy sikeres úgy lehet az ember, ha mindig egy kicsit a magáinak tekinti azt, amit éppen csinál. És én azt gondolom, hogy a szállodának és az én tevékenységemnek is ez a titka, ez a sikeresség titka. Úgyhogy azt kívánom nektek, hogy nagyon jó hangulatban dolgozzunk együtt. Kérdésetek van, keresetek. Biztos a marketing vonalon és értékesítési fogok tudni a legtöbbet segíteni. De majd segítségül hívunk másokat is, hogy sikeresek legyünk. Hajrá! Előbb-utóbb fényeink is föltámadnak. Juszkó Anitát várom szeretettel a színpadon. Kérdem, de sötétben. Foglalj helyet. Köszönöm. Juszkó Anitát, aki a filmhez képest oly módon lépett előre, hogy immáron ennek a szállodának az igazgatója, nem az értékesítési és marketing vezetője. Gratulálunk hozzá. Köszönöm. És kérdezem is, hogy valami olyan családból származó, mint a Hiltonok, hogy a szállodaipar az magától értetődően kínálta magát? Nem erről van szó. Én tulajdonképpen hasonlóan egyébként, csak egy kicsit később, szintén egy ilyen első generációs értelmiségi vagyok a családban. Nem gondoltam rá egyébként, amikor én voltam a jó tanuló és a kis eminens, hogy egyszer majd szállodás leszek, viszont nagyon szerettem tévézni is, úgyhogy a szálloda világa, meg egyáltalán az utazás, az emberek szeretete végül is erre irányított. Kunszent Miklósi vagy. Igen. Mit lehetett Kunszent Miklósról tudni leánykorodban, mondjuk a vendéglátás vagy a szállodaipar világáról? Arra gondolok, hogy nekem viszonylag felvételi időszakában betévettem az aranyhomokba, rosszul mondom, az aranybikába Debrecenbe, és úgy leesett az állam. Akkor láttam feltehetően először közelről egy komoly szállodát. Ma már lehet, hogy megmosolyognánk az akkori színvonalat, hogy az mennyire volt komoly. Szóval mi hozta benned az elhatározást a vendéglátóipar felé, akkor, amikor középiskolában talán, ha jól emlékszem, külkereskedelmi szakra jártál? Így van. Én azt gondolom egyébként a tanáraim mellett a szüleim voltak, akik a leginkább meglepődtek ezen, hogy én miért szeretnék vendéglátós lenni. És ám bár nagyon szerettem Kunszent Miklóst, onnan nem igazán lehetett a szállodák világát látni, vagy a vendéglátás minőségi részét. Úgyhogy én egyszerűen csak az a helyes kislány voltam, aki a családi építkezéseken hordta a fiúknak a fröccsöt, és akkor ezt tulajdonképpen élvezte. És szerettem ezt a visszajelzést megkapni, hogy amit csinálok, az örömet jelent. És aztán ezt még megspékelte a jó kis német sorozatok, és egy ilyen rózsaszín világot mutattak a szállodákról, hogy akkor ott tulajdonképpen majd mekkora boldogság lesz csak dolgozni. És így kerültem tulajdonképpen. De ezért nem lettél külkereskedő. Arra gondolok, hogy akkor, amikor ez a dolog történik veled, akkor feltehetően még nagyobb ígéret volt a külkereskedői pálya, mint a szállodaipar. Így van. Tehát ez tényleg, hogyha úgy tetszik, ám bár nem vagyok egy túl romantikus típus, de 18 évesen ez a döntés még az volt. Tehát mindenki azt hitte egyébként, hogy én majd a külkereskedőben dolgozom, tök jó érettségim volt, és azt gondolták, hogy tehetséges is vagyok, de egy viszonylag makacs lány. Ha külkereskedelmi végeztek, akkor feltehetően már jól beszéltél nyelvet. Igen. Igen, ez az angol és a német, így van. Ja, hogy akkor nem is egyet, hanem kettőt. Ez azt jelenti, hogy már felsőfokú szinten?
Ez egy erős középfok, ami lehet, hogy ma már felsőfoknak számít egyébként, mert akkor ugye a Rigó utcai vizsgák azért elég izzasztóak voltak. Igen, ez két középfokú, én úgy végeztem. Amikor az érettségit megszerzed, akkor döntesz úgy, hogy akkor legyen egy kis London és babysitter kedés, vagy ez később van? Ez később. Ez tulajdonképpen addig, ha úgy tetszik, akkor egy ilyen sima történet az egész. Tanulok, csinálom a dolgomat, jó jegyeket adnak érte, meg megdicsérnek. Viszont ott jött az első pofon a főiskola után, amikor a gyakorlati időm jól sikerült, és azt a visszajelzést kaptam ott is, egyébként ez a Budapesten volt a Hyatt-szállatban, így van, hogy egy nagyon tehetséges kislány vagyok, de azért ez még kevés, ez az angol nyelvtudás. Okay. És ezért mentem Londonba. Igen. Az Atrium Hyatt, hát akkor nem is tudom, tehát a non plus ultra kategóriát jelentette. Kérdezlek, hogy Kunszem Miklósi háttérrel hogy lehetett bekerülni? Nem titkolom én, hogy mire akarok kiukadni, hát szerintem minden egyedik ember vastagon protekciós volt, aki oda kerülhetett. Igen, öten álltunk sorba a folyosón, ebből négyen meg tudták mondani, hogy ki által vannak itt. Én megmondtam, hogy én kivárom a soromat. Szóval, és jól sikerült a felvételi beszélgetés, már azt gondolom, hogy akkor ez is. Ez egy klasszikus állásinterjú volt akkor már? Igen. Igen. Mi volt a dolgod a Hyattben? Tulajdonképpen az a gyakorlati idő 6 hónap, és a legtöbbet adta, mert végigjártuk a szálloda minden területét. Tehát azért szoktam mondani a kollégáimnak, amikor bármelyik területen beszélgetünk, hogy én a műszakon kívül mindenütt jártam már, úgyhogy vigyázzanak velem. Tényleg? Mert ez, igen, tehát ez ugyanúgy a szállodai szobai takarítás, az értékesítés, étterem, konyhán egy kis beszél. Hogyne. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen iskola volt. És aztán amikor a második időszakra került a sor, akkor az már nagyon szakdolgozat, specifikus volt, és akkor én már azért tudtam, hogy majd egyszer menedzser szeretnék lenni, és ám bár nagyon szeretem a bárba keverni az italokat, de én ettől többre vágyom, és akkor a humánpolitikai vezető mellett dolgoztam. Mit tud egy szélszes? Tehát, hogy mitől értékesítő azért, mert tudom, hát eladja a szobát jó áron, vagy eladja az egész szállodát olyannyira, hogy világ első hotelt működtet. De mi ennek a titka? Mit kell jól tudni? Én nagyon örülök, mert kollégáim kísértek el itt, akiknek szerintem ezek a mondatok nagyon-nagyon ismerősek lesznek, hogy én azt gondolom, hogy úgy kell tudni beszélgetni, hogy rájöjjek, hogy a másiknál mi az a nyomógomb, mi az, amire ő majd azt fogja mondani, hogy ma van a legjobb napja, hogy velem találkozott, és megveheti tőlem azt, amit én adok neki. Úgyhogy nagyon, azon kívül, hogy persze ismerik a terméket, és a többi, én azt gondolom, hogy tényleg ez egy nagyon magas fokú odafigyelés, hogy rájöjjél, hogy ezt neked kell. Kell ez a szállodai szoba. Egy kicsit beragadt nekem ez a London. Arra gondolok, hogy te egy friss diplomával a kezedben, pusztán egy olyan mondattól, hogy azt mondták a Hyattben, hogy jó, hát beszélsz angolul, de azért ez még nem az, amit kellene. El tudtál menni babysitternek? Mennyi időre? Majdnem egy évet voltam kint, és azt gondolom, itt jött a második nagyon makacság, hogy igen, tehát én akkor egyszerűen felültem az első buszra, és nagyjából elindultam, és ott tettem a dolgomat, gyerekekre vigyáztam, és intenzíven nyelvvizsgába jártam minden nap. Amikor letelt ez a londoni egy év, és hazajöttél Magyarországra, próbálkoztál újra a Hyattben? Nem. Nem. Hova jöttél haza? Hát először is Kunszent Miklósra, és aztán pedig én azt gondolom, hogy akkor rájöttem, hogy ám bár vannak terveim, meg a szakmát nagyon szeretem, és mindenképpen a szakmában szeretnék dolgozni, nem biztos, hogy a fővárosban. Tehát előjött a vidéki lány kicsi szíve, és ezért kezdtem el egyébként inkább vidéken keresgélni. És egyszer csak mondta a barátnőm, hogy van ott Kecskeméten egy aranyhomok, vagy valahogy így hívják ott az a szálloda a főtéren, és akkor küldjem el oda a jelentkezésemet, és így indult. A londoni év alatt meg se fordult a fejedben, hogy esetleg Londonban magában néz valami szállodát, vagy ez esélytelen volt, tehát nem olyan egyszerű honosítani egy Magyarországon szerzett vendéglátós diplomát? Én azt hiszem, hogy akkor még ez nem volt olyan evidens. Tehát én azóta is, akik most jönnek, ám bár én nagyon fiatal vagyok, de a
még fiatalabbak, hogy azért ebben sokkal több lehetőségük van, azt gondolom. Tehát akkor én például eszembe se jutott, hogy úgy menjek el nyelvet tanulni, mondjuk egy szállodába dolgozok, hanem ilyen automatikus volt ez a babysitter kocka. Ma már biztos nem így csinálnám. Az aranyomokban már nem a pultban kellett állnod, ugye? Mi volt a dolgod? Nem, én egyből az értékesítésre kerültem. Tulajdonképpen akkor építettek ott egy új csapatot, egy fiatal igazgatónővel és egy fiatal csapatot, és nekem az volt az utolsó terület egyébként a Hyattbe, és nagyon szerettem, és komfortos is volt, és akkor így, hát ez a divatos sales manager. Így indultam egy egyszemélyes csapat. Egy egyszemélyes sales manager csapat. Ezt külön tanítják, ezt a szakmát? Ugye persze arra gondolok, hogy több órában tanítják ezt az egyetemen, de hogy van-e külön ilyen képzés? Tehát az előbb már elmondtad, hogy mit kell körülbelül ehhez tudni. Egyedül is meg lehet tölteni egy szállodát? Tehát, hogyha valaki nagyon jó ebben, akkor ez működik, vagy azért kellett, hogy legyenek előbb-utóbb melletted mások is? Hát én azt gondolom, hogy ez azért sok mindentől függ. A fontos akkor ott az indulásnál azt gondolom az volt, hogy nagyon sokat önfejlesztettem is, illetve egy olyan tulajdonosok álltak mögöttem, akiknek az mindkettőjüknek volt egy-egy sikeres vállalkozása, és akkor én voltam egy hetet a tanyacsárdában is tanulni az értékesítést, meg egy hetet Bugacon is, és akkor megképeztem magamat is, meg láttam, hogy mi jön belülről, és az egész úgy adta azt, hogy azt gondolom, hogy tényleg egy sikeres pályán indultunk el akkor magának a szállodának az értékesítésével is. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy nagyon beindult ez a karrier az aranyomokban, egy idő után mégis átnyergeltél Ceglédre, ahol nyílt ugye egy Aquarel nevű hotel, ami egy nemzetközi szállodalánc tagja volt. Ez volt a kihívás, vagy miért mentél el Ceglédre? Mert úgy alakultak a körülmények. Talányos, de meghagyom neked. Én azt gondolom, hogy nem az én önálló döntésem volt, egyszerűen úgy alakult a tulajdonosi körnek, hogy máshogy irányították az aranyhomok szállodát, és akkor jött ez a lehetőség tulajdonképpen teljesen véletlenül, viszont tényleg ahogy te megfogalmaztad, az első olyan mérföldkő, amikor azért nemzetközi sztenderdekkel találkozom, amikor nemzetközi elvárásoknak is meg kell felelni. Úgyhogy ám bár egy viszonylag rövid időszak volt, de tényleg annál többet tanultam ott megint, és nem mellesleg, azért Cegléden még nehezebb volt szállodát üzemeltetni, hiszen nem volt úgy hagyománya azért a kereskedelmi vendéglátásnak, úgyhogy nehéz volt a személyzettel elindulni. Őszintén szólva, amikor fölvetődött, hogy Kecskeméten építenek egy luxus szállodát, talán kezdetben még Hiltont is emlegettek, nem tudom, tehát nem feltétlenül a Sheraton volt szóban, de lehet, hogy a Marriott, de akkor meg még nem a Marriotthoz tartozott. Mindegy, ne bonyolódjunk bele. Na szóval, hogy nagyon sokakban fölvetődött, bennem is, hogy ez a város elbír-e vajon egy luxus kategóriájú szállodát, lesz-e erre fizetőképes kereslet, lehet-e az Izsáki útnak azon a jó kis romos részén, ahol a szovjetek által elhagyott romos épületek garmadája látható, hogy egyáltalán kinek fogalmazódott meg a fejébe, hogy oda egy ilyen szállodát lehessen építeni, és jó helyen van-e a szállodán. Egyszerre kérdeztem 8-at, oszd meg, kedves. Igen, de pont arra gondoltam, hogy amikor először kérdezted tőlem ezt, még teljesen privát, akkor mondtam, hogy már nem találkoztál velem, hogy erre a kérdésre válaszoljak, hogy igen, én azt gondolom, hogy mi turisztikai szereplők már nagyon vártuk, hogy Kecskeméten legyen egy igazán színvonalas és egy épületben többféle szolgáltatást kínáló szálloda, és én azt gondolom, hogy a Four Points by Sheraton az ez, és akkor már viszonylag mellékes történet, hogy még a környezet az most fejlődik. Sokkal fontosabb az, hogy Kecskemét egy fejlődő város, sokkal fontosabb az, hogy Budapesthez nagyon közel vagyunk, és az, hogy nem csak egy lábon áll ez a szálloda, hanem a szálláshely szolgáltatás mellett, meg hogy
vendéglátást kínál, ott van ez a konferencia központ, ami azért igazán alkalmas a rendezvények megtartására. Azért ez egy egészen nagy konferencia központ, ugye? Alapterületre 1400 négyzetméter? Így van, 1400 négyzetméter, széksorosan 350 fő nagyon kényelmesen, és azért szoktam én ezt a létszámot mondani, hogy egyébként 450-et is be lehet passzírozni, hogyha úgy tetszik, mert hogy erre alkalmas aztán a szállodai vendéglátás kiszolgálása, és aztán ugye a bálakat és a városi rendezvényeket is jóval kétszáz. Gyakorlatilag csak nem kizárólagos helyei lettetek, például a kecskeméti báli szezonnak. Alig tudok olyan rendezvényt, amelyet más helyszínen rendeznének, amióta létezik a ház. 130 szobátok van. Mennyire eredményesen adható ez el? Mert hát ugye, akik nem értünk ehhez a szakmához, többen megfogalmaztuk, hát biztos kongani fog az üresség. De ehhez képest, amikor kimentem legutóbb hozzád, alig találtam üres parkolót. Hát azért jöhetsz egy vasárnap délután úgy, hogy könnyebb dolgod lesz. Ez tényleg nagyon a kereslet függő. Tehát jellemzően hétköznap és üzletemberek. Így van, hétköznap üzletemberek, és azok csak akkor jönnek, hogyha valamelyik nemzetközi vállalatnál dolguk van. Csütörtöktől szombatig van az, ami a konferencia szezon, és ott valóban egy nagyon erőteljes értékesítési tevékenységgel mi is tudunk érte nagyon-nagyon sokat tenni, és hétvégén pedig ezt örömmel mondom, hogy egyre többen látogatnak a városba egy 2-3 éjszakás csomaggal, és akkor ellátogatnak a fürdőbe, közeli kiránduló helyekre, tehát akkor szintén ott jön egy kicsit a mi tevékenységünk, és hát jól kell árosznunk ezt az egészet, és akkor igen, úgy jó lesz a végén. Nyilván kellene a városnak is tennie azért, nem feltétlen konkrétan a városvezetésre gondolok, de hát, hogy valami olyan látnivaló legyen, ami miatt itt érdemesebb több napra is megtelepedni. Ennek nem vagyunk bővében, ezt most így gondolom. Tudom, hogy van 5 lakosztály, plusz még egy penthouse lakás is. Ugye boldogult emlékezetű Rejtő Jenőt idézve, ugye 12 szobás fejedelmi apartman ugyan nincs, de hát vajon a penthouse lakás értékesíthető-e egy bizniszhotelbe? De ha nem, akkor mire használjátok? Van, hogy értékesíthető, abszolút van. Mert hogy mindig lehetséges egy olyan magasrangú vendég, aki ezt megfizeti, vagy szüksége van arra, hogy egy 2 hálószobából álló szinte lakást kérjen. De nekünk ez nagyon jó eszköz, és ezt említettem neked is, hogy ilyen hűséget jutalmazzunk, vagy elkötelezettséget erősítsünk, vagy egyszerűen csak egy ilyen mindenféle pénzügyi felár nélkül, de valami pluszt adjunk a vendégnek, úgyhogy a megrendelőinket szeretjük ebben édesgetni. Te hogyan kerültél a Sheratonba? Tehát, hogy pályáztál, azonnal elküldted a motivációs levelet, amit 25-ször átírtál, vagy pedig már hívtak, mert hát addigra, mire 2013-ben ez a csapat fölállt, addigra neked már azért neved volt a szakmában. Igen, azt gondolom, hogy végül is a kecskeméti turizmussal akkor már tényleg így összekötöttek. Egy szállodaszövetségi ülést terveztek a városba, és akkor én ugye a szövetséggel jó kapcsolatot ápolok, és akkor mondták, hogy nyílik majd ez a Sheraton. Egyébként ebben az időben én a Három Gunában dolgozom, hogy vegyem fel velük a kapcsolatot, és akkor közösen csináljuk meg ezt a rendezvényt. Hát és ez a kapcsolatfelvétel végül is annyira jól sikerült, hogy akkor azt már én rendeztem 13-ban, és egyedül csak a Sheratonba. De nem gondoltam rá egyébként. Tehát tényleg ilyen együttműködésként indult a kapcsolatfelvétel, és aztán az akkori igazgatóval beszélgettünk, hogy mi lesz majd ez, meg nemzetközi szállodalánc, meg üzemeltető, meg kézcsoport, meg minden belekerült, ez jó bonyolult is egyébként. És akkor kérdezte tőlem, hogy... Bocsánat, én mondtam neki, hogy na, arra a jó kis bonyolult sztorira majd jönnek a pesti nagymenők üzemeltetni. Ezt már talán többször hallották tőlem, hogy én ezt így tényleg őszintén így gondoltam, hogy majd ehhez a nemzetközi standardekhez nagyon nagy tudású emberek jönnek, és aztán ő meg visszamászott nekem, hogy miért neked nincs kedved. És akkor, hát el. Próbáljuk meg. És akkor interjúztam én is tényleg a nemzetközi partnerekkel is, és akkor éreztem úgy én is, hogy de mi Kecskeméten nagyon sokat tudunk erről a turizmusról úgy, ahogy ők is.
és az a kapcsolatrendszer, helyismeret, ami pedig nekünk itt van, azt Gentből vagy Brüsszelből azt nem fogják megadni. Anit, mit kellett teljesíteni ahhoz, hogy egy évvel a nyitás után ti a Starwoods 600 szállodája közül elhozzátok ezt a világ legjobb szállodája 2014-ben? Az újdonságát díjazták, olyan értékesítési számokat produkáltatok, vagy mi történt? Csak egy icipicit jó, hogy ez ugye az Európa része, és a jó vendégelégedettség. Tehát mi tényleg egy hihetetlen csapattal indítottunk. Egyébként, ami most is van, csak már szereplők néhol cserélődtek, de mindannyian meg akartuk mutatni, hogy mi ezt nagyon tudjuk csinálni, és ebben mindenki benne volt, a szobaasszonytól azt gondolom az értékesítőig, és a Száda Láncnak van egy ilyen vendégelégedettségi kérdőíve, amit tényleg teljesen objektíven mér, és ott mi gyakorlatilag az első évben a legnagyobb számot produkáltuk, és ezért jutalmaztak minket itt. Tehát gyakorlatilag mi ott a vendég visszajelzést kaptuk meg a munkánkról. De azért ugye nyugtass meg, van gyomorbajos vendég, akinek baja van, mert folt volt a szőnyegen, vagy mit tudom. Tehát nem csak csupa elismerő és szuperlatívuszban megfogalmazott. Nem, azóta már én is rájöttem, hogy ez azért ennyire nem rózsaszín álom, mint ahogy azt gondoltam 18 évesen. És természetesen azért most a 7 éve üzemelő ház vagyunk, bármennyire is hihetetlen. Tehát az egyik pillanatban, amit ha tegnap nyitottunk volna, aztán nézegetve a régi képeket, meg már tényleg rég. De minden nap meg kell azért a vendégelégedettségért küzdeni. Elég régóta vagy a szakmában ahhoz, hogy megmerjem kérdezni, hogy van-e valamiféle zsinórmérték? Tehát melyik az a szálloda vagy szállodalánc, amire azt mondod, hogy na, azt szeretném, ha ezen a színvonalon működnénk? Hát ez egy érdekes kérdés, de soha nem gondolkodtam róla, és most gyors és frappáns válaszokat ígértem, úgyhogy én inkább tényleg önmagunkhoz szeretem mérni magunkat, tehát az almát az almához. És én azt gondolom, hogyha az, amit szeretnénk közvetíteni, hogy egy laza üzleti eleganciával mégis nagyon vendégszerető és profi kiszolgálás, akkor én önmagunkhoz mérten elégedett leszek, és nem akarom mástól ellesni. Hogy... Elárulok valami titkot. Amikor mi leültünk a Sheraton földszintjén, a közönségnek mondom, hogy beszélgetésünk alatt Anita legalább 5-ször vagy 6-szor fölpattant, mert éppen talált egy vendéget, aki tétován állt a pult előtt, és én ezt egy pillanatig nem éreztem bántónak, hanem ez volt a magától értetődő. Ezt minden napod így zajlik? Vagy lehetőleg fönn van a negyediken az irodát, hogy ne kelljen feltétlenül a földszinti pultot látni? Nem, a másodikról most már leköltöztem az első, most már közel van. Igen, tehát hogyha én vendégtérben vagyok, akkor nagyon széles a látóköröm. Ez azt gondolom még egyébként az emeleti gondnokságról hoztam, ahol a plafonon is észre kell venni a pókhálót és a sarokba is. És ez vázatlanul megmaradt, tehát, hogy én nagyon szeretlek téged is, és mindig elnézést kértem azért, hogy most én felálltam, de tényleg nagyon őszintén mondtam, hogy nem sértődtem meg ezen, hanem magától értetődőnek tartottam. Igen, tehát, hogy nekem az ott fontos, hogy ez a vendég ne legyen tétova, és akkor egy percre is csak megnyugtattam, hogy mindjárt segítséget kap, és akkor kapott is. Olvastam egy interjútban, hogy te a vendégtől tanultad a legtöbbet a szállodás szakmáról, és azt gondoltam, milyen okos és ügyes ez a lány, hogy kibújt, nem kell nevén nevezni senkit. Pedig nem. Tehát emlékszem rá, hogy ezt egy vasárnap délelőtt próbáltam ezeket a kérdéseket így megválaszolni, és pont jött hozzám az anyukám, hogy most mami erre tényleg mit válaszoljak most. Kit soroljak fel, hogy igazándiból nem azt akartam elérni, hogy ő a példaképpen, hogy ő rá hasonlítok. Egy csomó embertől tanultam, hogy milyen nem szeretnék lenni.
De hogy tényleg ez alakított főleg, hogy a vendég, ahogy visszajelzett. Tehát, hogy így tanultam meg például soha senkinek a szavába belevágni. Én fiatal nagyon. Tehát meg akartam az én gondolataimat mondani, nem vártam meg, és egyszer valaki azt mondta nekem, hogy most meghallgat, utána én is meghallgatom. Hú, nagyon irigyellek. Ez nekem nem megy. 67 évesen sem. Majd összehoznak vele, jó? Mert jó. Jól ismerjük mind a ketten. Egy szállodás hogyan kapcsolódik ki? Elmegy egy másik szállodába? Igen. Igen? Igen, mindenképpen. Mindenképpen, de ott akkor olvas, és borozik, és koktélozik, és pihen. Szóval nincs ilyen szakmai hiba, hogy hirtelen elkezded irányítani, vagy szeretnéd irányítani az adott hotelt? Nem. Én jó vendég vagyok egyébként. Aha. Én tényleg. Ahhoz már nagyon, nagyon rosszat kell tenni, hogy én kiborok. Meg el is mondom. Tehát, hogyha foglalok egy asztalt, és egy rosszat adnak, akkor én megpróbálkozom, hogy oda megyek, és szólok, hogy egy másikat nem tudnánk, és akkor egyébként beszokott jönni, és akkor jobb lesz. Ugye egy luxus szállodát vezetsz. Ez a szint, ahova szívesen beköltözöl, vagy hol? Tehát gondolom, hogy már nem sátrazol, bár nincs kizárva. Nem. Mi az, amit úgy alsó határként bejelölsz, ahol szívesen szállsz meg? Csillagban fejezhető-e ki, vagy milyen szolgáltatásban? Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor azért, amit a mi szállodán képvisel, ez a könnyed 4 csillag, ez nekem nagyon, nagyon bejön. Én szeretem a modernet, nem kell trendinek lenni, az semmiképpen. De van, amit még ez is felülír, és az pedig, hogy az nagyon jó, ha belvárosban van. Szóval, ha csak, és akkor inkább jöhet egy butik hotel is. Ma már azt gondolom, hogy a TripAdvisor és a különböző foglalási rendszerek segítségével viszonylag gyorsan fel lehet térképezni, hogyha mégsem olyan minőségű az a szálloda. Úgyhogy eddig azért még nem fáztam rá. Hol állunk mi, akár európai összehasonlításban a szállodaipar tekintetében? Egy tisztes középszerű a magyar szállodaipar, jobb ennél, vagy rosszabb ennél? Országos viszonylatot nézve én azt gondolom, hogy viszonylag nehéz a választ röviden mondani, hiszen azért a budapesti szállodák eléggé elhúztak, és azért most is azt gondolom, folyamatosan lehet róla olvasni, hogy milyen fejlesztések várhatók, és főleg 4-5 csillagos vonalon. Nem a Kempinskyre gondolok, mert felteszem, az a világ minden részén ugyanolyan. Így van, igen. És éppen ezért, hogyha pedig az átlagot nézzük, akkor én azt gondolom, hogy ma Magyarországon azért van egy olyan nagyon erős, egységes irányítási rendszer, törekvés, ez a minőségdíjjal kapcsolatban is akár, hogy tényleg jó helyen állunk. Tehát azért a magyar szálláshelyekkel kapcsolatban nyugodtan lehet magas bizalmi szint. Még mondjuk, ha déli szomszédainkhoz megyünk, akkor az már kicsit nehezebb. Anita, te nem csak a szállodát igazgatod, hanem júniustól a szállodát üzemeltető gazdasági társaságnak is ügyvezetője vagy. Magyarul ez a karrier berobbant. Lehet, hogy külföldön folytatódik, vagy meddig tervezed a kecskeméti működést? Hát sokáig. Sokáig? Sokáig. Én azt gondolom, hogy én most viszonylag szerencsés helyzetben is vagyok, mert mind a tulajdonosom által, mind pedig a Marriott Nemzetközi Szállodaház által. Tulajdonképpen ki sem kell tennem a lábam az irodából, és azok a nemzetközi standardek, tendenciák, azok megtalálnak. És ha csak nem most valami őrült kalandvágyból, ami nekem nincs, ha csak nem pedig valami nagy anyagi megfontolásból, de én most jól érzem magam. Tehát minden nap ad ez egy olyan kihívást, feladatot, és most már egyfajta elkötelezettségnek is érzem, hogy azt, amit már tudok, azt átadjam a kollégáknak, úgyhogy nem csak a középiskolásoknak, hanem kicsit magasabb korosztállyal is foglalkozom mentorként. Ugye már a Ceglédi szálloda is egy nemzetközi szállodalánc tagja volt, a tiétek is az. Ha jól emlékszem a számra, talán 160 Sheraton by Fourpoint. Igen, ez a jó igen, nehéz. Ez a jó nehéz, igen. Egyébként Na azt akarom kérdezni, vagy kinyögni, hogy mi a jó abban, hogy egy ilyen franchise ez? Igen. Franchise. Tagja vagytok.
Tehát az, hogy minden standardizálva van? Vagy... Igen, igen. Én azt gondolom, hogy a munkavállalóknak is ez jó, hiszen kiszámítható. Az, amit most találgathatnánk, hogy jó-e, amit csinálunk, az egy bizonyított tény, és azért követjük. Úgyhogy itt nem kell azon aggódni, hogy majd kapunk-e rá pénzt, vagy csinálunk-e, mert az auditor jön, és keményen lehúzza a pontokat, hogyha azok nincsenek megcsinálva. Úgyhogy tényleg ez az állandóság, kiszámíthatóság, aki ezt szereti, az azt gondolom, hogy szeret nemzetközi szállodában dolgozni. Azért a szállodásnak lenni az sok lemondással jár. Különösen, hogyha valaki olyan abszolút rendezvény centrum is, mint amilyen ti vagytok. Mikor volt neked utoljára mondjuk szilvesztered, vagy olyan hétvégéd, amikor egyébként tömve van a szálloda rendezvénnyel? Kötelező, hogy benne legyél? Szilveszterre emlékszem, az 2015-ben azt hiszem. Hát alig van 5 éve, tehát. Amikor... És akkor csak 2005-ben várják. Ja. Szóval amikor nem a szállodaiparban dolgoztam, akkor volt egy, nem is élveztem. Uh-huh. Szóval én szeretek szilveszterkor dolgozni, és tehát ez engem nem zavar, hogy tudtok ti új évet ünnepelni, vagy az kőkemény meló? Hát áfa átállítás van, akkor kőkemény meló, akkor dolgozni kell, de egyébként igen, meg hát a titka az egésznek, hogy a vendéglátós gyorsan kirúgja magát. És akkor nem marad le semmi. Időként találkozunk színházba is. Elkötelezett színházjáró vagy? Ja, én nagyon. Én nagyon szeretem a színházat. Hasonlóan Gyenes úrhoz, és szintén nagyon szeretek Budapestre is járni, de akár mondjuk Kaposvárra elmenni egy darabot megnézni, bár az már jó régen volt, de igen, szóval a kultúra az az életem része. Akik itt mögöttünk nézték a képeket rólad, jaj, azok láthattak téged egy sárkányhajóban. Az mi? Ez a sárkányhajózás? Az a csapatépítés része. Most már azért a sport is része az életemnek, tehát arra viszonylag későn, de rájöttem, hogy ez az állóképességet, ezt csak így lehet fenntartani már, de a sárkányhajózás az egy ilyen csapatépítő programnak a része, amire szintén sok gondot fordítunk. Egyedül érsz, de látszik azért ezeken a fotókon, hogy a különféle rendű, rangú rokon gyerekekkel azért nagyon mély kapcsolatot ápolsz. Igen, igen. Hát ez egyfajta elfogadás az élettől, hogy úgy döntött, hogy én inkább keresztanyuka legyek. De nagyon cukik, mert mindig azt szokták mondani, hogy de legjobb. Uh-huh. Úgyhogy én nagyon szeretek velük lenni. Tényleg alig van hétvége, amikor nem találkozunk. És akkor most már azért a 6-tól a 17-ig vannak ők hárman. Úgyhogy van, hogy kézműveskedünk, van, hogy megyünk és megnézzük majd a Pál utcai fiúkat. Uh-huh. Van úgy, hogy csak egyszerűen futkározunk. Uh-huh. Mondtad, hogy egy idő óta ambicionálod, hogy képezd a társaidat. Tehát a coaching az valamilyen módon megérintett. Ezt szervezetszerűen is tanulod, vagy inkább csak így, hogy mondjam, már rutinból végzed, hogy építed a saját csapatot? Nem, abszolút én nem szeretnék ebbe a témába azért kuruzsló lenni, hogyha lehet ilyet mondani. Azt éreztem, hogy van egyfajta ilyen hajlam bennem. Épp tegnap este egy volt osztálytársammal váltottunk két gondolatot, és elküldte az egy kedvenc óvónénimmel a képet, és mondtam, hogy tényleg én óvónéni szerettem volna lenni. Hát az lettem, csak más a korosztály, hogy igen, tehát a vezetőképzés keretében egy például így 2 évesbe vettem most részt. Ott is nagyon sokat tanultunk erről, aztán elvégeztem egy trénerképző tanfolyamot is, és nem hagyom magam, és még meg lesz az a coaching papírom is. Mennyire viseled könnyen a macerás vendéget? Mert nem sok kétségem, hogy azért előfordul nálatok is. Igen, igen. Hát a panaszkezelés az egy nem túl kellemes része. Azt gondolom, ott is sok minden tanulható. Lehet ezt lefelé delegálni, vagy magad intézed? Ha már hozzám jut, akkor az már akkor tényleg elég nagy probléma, nagy panasz. Nekem nagyon jó vezetőtársaim vannak jelenleg, tehát
helyi szinten ezek lokálisan általában kezelve vannak. Nem, persze nem könnyű. Én ebből a szempontból egyébként egy viszonylag heves vérmérsékletű vagyok. Arra szoktam tanítani a kollégáimat, hogy kint nyugodtan az ajtót meg be kell csukni. Uh-huh. És akkor ki lehet adni. Mondtad, hogy te vagy a legjobb keresztanya. A tiéd a, igen, tiéd a legjobb szálloda, mondják azok a hozzáértők. Szóval, hogy mekkora maximalizmus van benned? Ó, jó nagy. Jó nagy. Nagy. És... De egyébként pont ma reggel mondtam a teniszedzésen, hogy lehet, hogy azért kezdtem el ezt a sportot, viszont itt megkapjam a másik oldalát, mert ebben nagyon nem vagyok tehetséges, és most erősödik a személyiségem, hogy valami olyat is csinálok, ami nem olyan simán megy, de nem adom fel. Uh-huh. Örülnél-e, hogyha a város másik pontján épülne egy hasonló kvalitású szálloda? Azaz... Könnyű-e így, hogy valójában nincs konkurenciátok? Amikor ugye a Mercedes beruházás kapcsán vendéglátó helyek azért nőttek ki a városban, akkor volt olyan beszélgetésem, ahol azt gondolták, hogy akkor most milyen szomorúak vagyunk, vagy rosszat kívánunk neki. Én akkor is azt mondtam, hogy nem. Tehát az egészséges verseny az nagyon jó, és ha a városnak van rá igénye, és van iránt a kereslet, akkor nagyon jó, és akkor beszállunk a versenybe. Én a jók között szeretek még jobb lenni. Viszont az, hogy most egy megint nagyméretű szálloda épüljön Kecskeméten, azért abban nem vagyok biztos, hogy jelen állapotában és jelen pillanatában ez egy rentábilis vállalkozás lehet. Szívesen megosztod-e mindazt túl a coachingon, amit tudsz, menedzselésből, értékesítésből, egyebekből, azaz tanítasz-e valahol, vagy ott van-e az ambícióid között? Hát tanítottam, én a Széchenyi. A hivatalos nevét most már nem mondjuk. Szóval végig. A kecskeméti vendéglátó. Így van, a kecskeméti vendéglátóban. Így van. Miért múlt tanévet is. Hát, mert amikor azért jött ez a felkérés, vagy lehetőség, hogy én veszem át a szálloda vezetését, akkor jött a maximalizmus. Uh-huh. Tehát én 2 órát tartottam úgy a diákoknak, hogy nem voltam ott fejbe. Uh-huh. És azt mondtam, hogy én ezt 30-on nem vállalom be. Világos. Tehát több nekik is tartozom ennyivel. Több mint 1,5 éve vagy igazgató. Úgy érzed, hogy helyeden vagy a székedben? Tehát, hogy az történik, amit eldöntöttél, amikor átvetted? Igen. Jó. Borzasztóan örülök, hogy itt vagy, hogy ilyen sikeres vagy, és mindenféle szépet, jót kívánok neked. Köszönöm, hogy beszélgettél. Én köszönöm, hogy gondoltatok rá.